Szép jó estét kívánok a televízió nézőinek! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Szeretnék bemutatkozni, engem Rozinai Gabriellának hívnak, operaénekes vagyok, és a velem szemben ülő fiatalembert pedig Tarnai Dávidnak hívják, a Magyar Állami Operaháznak a tagja, és a hangfaja bariton. Köszöntöm a kedves nézőket! Mindnyájan köszöntjük! Jó szórakozást kívánunk, remélem, hogy kellemes időtöltés lesz. A közelmúltban szilveszter éjszakája volt, és az óév utolsó perceiben az Erkel Színház előtt Dávid hangja szólalt meg, márpedig az Erkel Bánkbán című operájából Peturbán Bordalát énekelhette a színházból kitóduló közönség, és lelkesen énekelte vele együtt. Ekkor az ünnepi denevér előadás volt, és tűzijáték utána pezsgővel kocintott a közönség, és így gratuláltak az új évhez. Ez az év jól kezdődött, ami a sikert és a népszerűséget illeti, és Dávid nevét is megjegyezhette a közönség. Most hallgassunk egy kis ízelítőt az említett Erkel áriából, tehát jön Erkel Ferenc Bánkbán Peturbán Bordala. Tessék, parancsolj! Szemében hord mosolyt és átkozott ennyit, s míg a szívedben vágyatott, ez mégis nevet vét. Gondold meg és figyel, neki a világ sem áll, eloszlik, mint a pómarék, s marad, mi volt a pusztalék, s marad, mi volt a pusztalék. Köszönöm, köszönjük. Most pár szót szeretnénk hallani, ugyan már ez csak visszaemlékezés, a Baltikum útról, Észtországról. Mi történt ott, és mit énekeltél? Légy szíves ezzel kapcsolatban. Az operaházzal kint voltunk tavaly nyáron Észtországon, Száréma szigetén, ahol elvittük a Figaro házasságát, a Traviátát, és egy gála műsort is itt még az ottaniaknak, és nagy sikert aratott. Úgy tudom, az operaház. Bocsánat, Cigányváróból is. És Cigányváró is volt pontosan. Igen. Ezt a három darabot vittük, és nagyon tetszett a közönségnek, és olyan volt a klíma nyáron, hogy melegebb volt a balti tenger vize, mint a balatoni, 27 fokos volt, és 30 fokos hőség volt. Ez igen. Észtországban. Hát ez most jól jönne, egy kicsi meleg azért, de hát maradjunk a továbbiakban, ami a műsorunkat illeti, magyar zeneszerzőknél, mégpedig Kodály Zoltán Hári János zenés játékából a Marci Kocsis dala következik, ami még szintén neked igencsak korai, mert ugye az is egy meglett ember ez a Marci. Ez így van, de bácsi. Bármit be lehet maszkírozni az ember. Így van, így van. Úgyhogy kérjük szépen akkor a Hári János Marci Kocsis dalát. Yeah.
Szépen. Hát megint csak a korodat megelőzted, úgyhogy a Hári János szerepét nagyon jól el tudnám képzelni neked. És, és hát biztos, hogy sor fog erre kerülni. Csak pontosabban már keresztmetszet szempontjában sor is került, ugyanis Horváth Zoli bácsival annó csináltunk Hári János keresztmetszeteket, amiben először Marci bácsiként, majd később egy másik produkcióban Hári János szerepébe is megmutathatta magamat benne, és Zoli bácsinak nagyon-nagyon sokat köszönhetek, aki nem arrég hunyt el közülünk, és tényleg neki köszönhetem azt, hogy egy elindult a színpadi tapasztalatom, a színészi pályám. Tehát ő felfedezett téged. Tehát felfedezett is, meg sok mindent átadott, meg neki köszönhetett be a Nyársat nyert Tóbiás szerepét, az Zuglói Filharmóniával ő hívott ebbe abba a produkcióba, tehát csináltunk Pomádé király új ruháját is, megcsináltunk Urhatnám szolgálót, ami Uberto szerepébe voltam. Az alatt nagyon-nagyon sokat tanultam Zoli bácsit, amikor ezt összeraktuk. Hát ez nagyon-nagyon érdekes. És előző beszélgetésben szó volt róla, hogy egy kortárs zeneszerző operáját is bemutatják. Ez be lett mutatva, ugye? Be lett mutatva, ez volt október 6-án a Budapest Music Centerben. Mi a címe? A tavasz ébredése, Megyeri Krisztina komponálta. Ja, komponálta, bocsánat. Komponálta, és nekem az operának a keresztmetszete lett bemutatva ős bemutató formájában, mert eddig még sose hangzott el. És tehát a közönség hogy reagált erre? Tetszett nekik. Tetszett. Na, ez a lényeg. Szóval, és ebből két szerepet csinálta, egyik volt a Pásztor Káblauch, az egy pap, aki a Móri Stiefelnek a temetését bonyolította le. Celebrálta, igen. Celebrálta le, és tekintette, hogy a Móri Stiefel öngyilkos lett, igaza kárhoztatta szegényt. És a másik szerep? A másik az Ernst volt. Ez a darab vége fele van, amikor Hansiennel van egy dialógusa, és igazából az a pikantériá darabnak, hogy itt kialakul egyfajta
férfi és férfi közti szerelmi vágy. Még a darab előző részeiben ezek a párkapcsolatok, amik férfi és nő között volt, nem igazán voltak olyan jók, viharosak voltak, még ez a helyzetben nagyon-nagyon romantikus, szép lett, és nagyon-nagyon-nagyon megvolt az összhang. Tehát itt pont ennél a résznél mutatkozott meg az igazi szerelem. Hát ez érdekes, érdekes. Akkor kicsit, hát valóban mai, nem csak a zene mai téma, hanem a történet is. És szeretnél, úgy tudom, vagy szereted az orosz zeneszerzőket, és így van. Lenne ez a gori orosz nyelven. Így van, szintén Megyeri Krisztina komponálta, és volt, ugye az ős bemutató után volt még két koncert, egyik Biatorbágy, a másik a Fészek klubban. Az utóbbi az egy pont egy kortárs zeneszerzőknek a koncertje, ahol az említett Pásztor Kablau ária is volt a tavaszi ébredéséből, és egy másik dal, a Gória hegyek, amely igazából egy tájleírási őszi hegyeknek a képét festi le, ez a dal. Ezeket adtuk elő, és az a Fészek Művészklubban a Bartók Rádió is jelen volt. És megörökítették, és az új zenei újságban pont a Góri című dalt jó adták le. Jó kritikát kaptál, úgy tudom, úgy hallottam. Azt hiszem, igen. És akkor ezt most elénekelnéd, ha megkérünk szépen? Természetesen. Tessék. Reiki
Nagyon szép volt, ez egy zenei csemege számomra, de remélem és gondolom, hogy a hallgatók számára is, mert hát annyira nem közismert, és tényleg nagyon szép volt. Szépen adtad elő. Hát arról szeretnél kérdezni, hogy ugye vendégszerepeltél az Erkel Színházzal Amerikában is, hogy merre jártatok? Így van, az operával elmentünk New Yorkba, igen, ahol a magyar zeneszerzők műveit adtuk elő. Elvittük a Bang Bandt, Erkel Ferenc Bang Bandját, Goldmark Sába királynőjét, illetve Vajdának a Márő és a Varázsló című operáját, illetve előadtunk egy gálát magyar művekből. Igen. Én azt hiszem, a Sába királynője az nagy sikert arathatott. Ez így van. Nagy siker volt, és nagyon jó kritikát kapott nagyon az ottani sajtótól. Igen, ismerem a darabot, és az egész kiállítás, és a szereposztás, minden tényleg első osztályú. Ez így van, így van. És hát New Yorkban volt időnk a városban körbejárni, és az 57. utcában felfedeztük azt a házat, ahol Bartók Béla élt az utolsó éveiben. Mm-hmm. Ki van téve egy emléktábla és egy mellszobor róla, ami mutatja, hogy ő itt lakott, vagy hát ott lakott. Nagy, nagy dolog, hogy az ember ilyet láthat egyenesen, szóval oda jut Amerikába, és ott találkozik Bartókkal. Hát igen, ez mély emléket hagy számomra. És hát ugye azért is, mert hát úgy tudom, hogy te a Bartók Bélának, a Kék Szakállú Herceg várának a címszerepét énekeled, és ez már nem mostani keletű. Van. Ez volt a diploma darabom anno a Szegedi Egyetemen, melyet Töreki Katalinnal adtunk elő, Ober Frank Péter zongorázásában és Toronykai Attila rendezésében. Ez egy rendhagyó rendezés volt, eleve a színpadon egy zongora állt mindösszesen középen, 90 fokkal megfordítva az orra a közönség fele. Ez szimbolizálta a zenekart, és igen, ez jelezte azt, hogy minden a zene körül játszódik. Igen. És mindösszesen annyi jelmez volt, hogy rajtam volt 7 réteg ruha, mely a 7 ajtót szimbolizálta, és ahogy Judit kinyitott egy ajtót, kvázi Kék Szakállónak a lelki világába egy réteget hámozott le, és így jutott egyre inkább beljebb Kék Szakállónak a belső világába, amíg a színpadon félmeztelené nem váltam, és ott megjelent kvázi 3 seb, ami a 3 volt asszonynak a utáni fájdalmát, igen, jelzi, és volt egy titkos láda, amit nem akart sose megmutatni a Juditnak, azt a végül engedte, és egy kés volt benne, melyet hát ugye a negyedik asszonnyal se jött össze a kapcsolat, és hogy maga felé irányítja, de akkor lemegy a fény, igen, és a közönségre hagyja azt, hogy pontosan mi is történhetett a végén, hogy megszólja magát, végez magával, igen, sebetejt, vagy semmi. És meglepődött a közönség, amikor látott téged félmeztelenül a sebekkel, vagy természetesnek vette? Hát valószínűleg sejthették, hogy idő után a rétegek, ahogy lejönnek, megjelenik. Mondjuk a 3 seb az nem biztos, hogy azonnal rájöttek. Igen, hogy mit jelent, ugye, mert...
Hát ugye az egész opera ilyen szimbolizmus, és erre is építették az egészet, a férfinő Igen. kapcsolatára. Igen, hát igen, arról szól, és hát nehéz, igen, a magány végül is, a kékszakálú magánya, hát ez máshol is megjelenik, nem csak Bartók művébe. És hát ezt nem tudják megindokolni, hogy miért, hogy az ő egyéniségéből következik, vagy állandó keresés, hát minden benne van, szóval ez egy örök téma. A címszerepet elénekelted több helyen, Kolozsváron, ahogy tudom, pontosan ott a művészklubban. Így van. Kolozsváron a Diák Opera Fesztiválon adtuk elő, a MIPA-ban adtuk elő először. Kolozsváron nagy sikert aratott a Kék Szakálló, elég jó kritikák jöttek vissza, és az ottani szervezők, a fesztivál szervezők állítólag a legjobb darabnak titulálták az ottani fesztiválon. Aztán megjárta a Miskolci Opera Fesztivált is, meg hát a Szegedi Kis Színházba is elő volt adva. Hát ez nagyon nagy dolog, hogy ennyi helyen tudtad ezt előadni. Hát akkor kérlek szépen most, itt az alkalom, légy olyan kedves, a Bartók Béla Kékszakálló Herceg Vára 5. ajtó nyitásánál közreműködni. Hallottam, hogy pont a Kékszakálló Herceghez kapcsolódik neked egy fájó emlék is. Ez édesanyáddal kapcsolatos. Így van. Sajnos édesanyánkat elveszítettük szeptember végén.
és neki a kék szakálló az nagyon is a szíve ügye lett. Ez volt az a darab, amivel igazából elfogadta azt, hogy én operaénekesi pályát választottam, és nem civil szakmát. És ezt a darabot több százszor visszanézte. És örült, és boldog és nagyon volt. Nagyon örült, és nagyon szakértő lett, és azt érezte, hogy ez nagyon megfogta ez az egész, ahogy ezt mi így előadtuk. És ő is tanult zenét, édesanyád, és... Vagy csak szerette? Szerette a zenét. Igazából édesanyjági nagyapám énekelt, egy nóta énekes volt. Tehát innen ered ez a, igen, a zenei vonal. Zenei vonal. Ő is énekel, de igazából ő is ilyen civil szakmát végzett, tehát építőmérnökként végzett, ott dolgozott annó. És szerette a zenét, és szerette. Édesanyád is átvette. Ez egyébként nálunk is így volt, mert az én nagymamám zongorázott nagyon komoly klasszikus műveket. Édesanyám könnyű zenét zongorázott, és a rádió zenekar, nem tudom már, hogy kinél, de ott tanult még, képezte magát tovább. És hát én is ezt hallottam, úgyhogy úgy látszik, hogy ez a családban ez így alakul másoknál is, szóval nem csak nálunk. Mert te is átvetted a zeneszeretetét, csak te abszolút, profin. Így van, én vagyok kvázi a fekete bárány, aki nem civil szakmára ment, igen, a családban, igen. Hanem az éneklés lett a fő szakmám. Igen, nem hobbiból. Jártatok Szlovákiába is, Párkány, Érsekújvár környékén, ahol Handel Messiás című művéből énekeltél. Ez így van. A Budörsi Savszon Ferenc kórussal mentünk ki, Krasznai Gáspár karnaggyal. Ott közreműködtünk, és Somogyi Balázs kollégámmal együtt elénekeltünk egy-egy áriát, magam részéről a Messiásból énekeltem egy basszus akkompányát és áriát. Ő meg tenor. Ő meg tenor, így van, így van. Énekelt. Hát ebből szeretnénk hallani a Handel Messiás áriát, és ez zenekarral együtt van. Zenekaros kísérletű, de most orgonán lesz. Orgonával lesz. Akkor kérlek szépen, fáradj oda és add elő nekünk. Thank you.
Nagyon igényes, és nagyon szépen énekelted. Most egy kicsit beszéljünk arról, hogy az éneklés mellett sportot is űzöl, és hogy mit? Hát hobbi szinten teljesítménytúrázom, szoktam futni, és járok konditerembe, személyedzésre. Futás terén konkrétan pont a Magyar Állami Operaház kollégáival futottuk le a Spár maratont októberben, ahol a kollégáim Magasi Júlia, Herceg Ferenc és Forgó Eszter társaságában négyen a 42 kilométert beosztva futottuk le. Ez szép idő volt, jó idő volt? Nagyon szép idő volt. Na, szerencsére. Magam részéről én voltam a befutó ember, kb. 12,4 kilométert kellett futnom. Az szép. Egy bő egy órás idő alatt lett meg. És igazából magam részéről, mivel az esemény kb. 2 héttel történt édesanyám halála után, ezt az ő emlékének állítottam, és igazából az volt nagyon megható, hogy vagy nem tudtam róla, de a többiek is érte. Futottak, és ezt nem tudom szavakba foglalni. Ez nagyszerű dolog, szóval együttérzés a kollégáktól. És nagyon. És hát nagyon köszönöm nekik azt a támogatást, amit adtak. Tisztelet érte, tényleg. Ez így van. A másik a teljesítménytúrázás. Az arról szól, hogy van egy adott útvonal, többnyire erdős vidéken. Szép. Szép erdős vidékeket többnyire. Van egy rajt és cél.
és egy megadott útvonal, mely alatt vannak ellenőrző pontok, amiket érinteni kell. Ott Igen. az Meg túrázok a kell találni, pecsét. nem? Az egy másik, olyan túra is van. Ja, Itt, bocsánat, akkor én van a tájékozódási tévedjek. túra, Igen. Olyan is részt vettem már részt, hogy meg kellett keresni a következő pontot, Igen. de többnyire meg van adva, hogy mely útvonalon kell eljutni, és akkor biztos, hogy az ember itt az ellenőrző ponthoz, ott kap egy pecsétet, és megy tovább. És az a lényeg, hogy ezt az útvonalat egy meghatározott szint időn belül kell teljesíteni, és aki teljesíti, kap egy oklevelet, és vagy jelvét, vagy kitűzött mellé, vagy egyéb tárgyat. Igen. Én úgy hallottam, hogy te 21 kupával dicsekedhetsz. Hát ez hát, nagyon szép igen, tavaly mennyiség. Ezek ilyen túramozgalmak, hogy vannak bizonyos túrák, amely egy mozgalom alá tartoznak, és hogyha abból valaki egy bizonyos számú túrát teljesít, akkor valamilyen díjazásban adják, valahol kupa, valahol jelvény, amelyik mozgalom szervezője kitalálja. A tavaly egy kicsikét elég sok sikeredett. Igazából ezek a mozgalom mind motivációk arra, az ember kimozduljon a természetbe, felfedezzel új helyeket, de igazából nem a kupáját csinálom, hanem jól érezze magamat kint, a szabad levegőn, és tényleg lássam a természet csodáját, és minél több helyre eljuthassak. És a következő kérdésem az, hogy az éneklésre hogy hat vissza ez a futás, mert azért kicsit megerőltető. Ha az ember jól csinálja, és rendszeresen, és nem feszítik túl a húrt, akkor ez nagyon is hasznos tud lenni. Mind a futás, mind a túrázás, vagy akár a edzőterembe járás, mert megerősíti ezt. Kondícióba kerül, kitágul a tüdő, és sokkal könnyebben tud énekelni, és jobb a közérzete is. Tehát igen. Még például, ha van egy koncert, akkor is egy rövidke túra, az pont jó teszi az ember, hogy fölfrissüljön, és akkor utána jobb közérzettel tud kiállni a színpadra. Tovább, igen. Hát mi is akkor most már a sport teljesítményről az éneklésre áttérünk, mégpedig van neked megint csak orosz szerzőtől, Muszaszkijtól egy pópafi, ki se tudom mondani, pravoszláv papnövendék panaszai, Muszaszkij szeminárista, az a egyén, tehát a papnövendék tulajdonképpen, így van, így van. És annak a panaszait szeretnéd előadni. Így van, így van. Tessék, parancsolj. Panis, pistis, kredis, filis, ilis, lapis, pulvis, cilis. Ach, die Gorje, Majot, Gorje. Pulvis, lapis, et canalis, pulvis, lapis, et canalis. Maja, Stjosha,
Sejtem, megkérdezhetem, ugye, hogy te nem tanultál oroszul. Nem. Nem. Mert én tanultam, de sajnos az én tudásom sem jutott el odáig, hogy megértenén, mert olyan volt annak idején ez az orosz tanítás, hogy kicsit felületes volt, meg mi is úgy vettük. Most kár, mert hogyha az ember ilyet tanul, akkor tudhatná, ugye, hogy miről énekel. Hát neked le kellett fordítani nyilvánvaló. Így van. Ez egy pap növendékről szól, aki tanulja a latint. Hát igen. Nem egy nagy lelkesedéssel. Össze-vissza mondja a latin szavakat, látszik rajta, hogy tele van vele a hócipője. Igen, elege van. És mondja, hogy ó, bánatom, én bánatom, hogy ezt most mi a francért kell tanulnom. Hát igen. És utána megint folytatja a latint. És eszébe jött a pópának a lánya, Sztyósa, hogy milyen magával ragadó, milyen szép szeme van. Észrevette. Belemegy intimebb dolgokba, hogy látja, hogy a keble így mozog a ruhája alatt, és hogy megölelni, és hogy megpuszélná, és hogy nagyon szeretne vele lenni. Aztán folytatja a latin tanulást, aztán előjön egy másik emlék, hogy ott van a templomban, a karzaton, éneklik a hatodik Zsoltárt, és megtekinti a túloldal lévő karzaton a pópának a lányát, a Sztyósát, és elkezdenek egymással kacsingatni. Ám de ezt az apja észrevette, és jól megragadta. Megragadott engem, és elkezdett ütni, vágni, úgyhogy már... Egy pofon, hogy már azt sem tudtam, hol vagyok, és a latin tanulással büntetett, és emiatt a szentséges helyen tanulom ezt, és folytatni ez a helyzet. A és folytatja a tanulást, és erről szól a dolog. Itt a vége, fuss el véle. Igen. De nagyon hangulatos volt, és át tudtad adni. Nem beszéltünk arról, hogy... a tanulmányaidat, hogy hol kezdted, hol folytattad? Még körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtem a tanulmányomat az Élia Szabina zeneiskolában. El se hiszem. Elment az idő, abszolút. Ott kezdtem, még rád néz, az voltam. Ember nem hiszi el, na. Azért. Köszönöm szépen. Igen. Tehát Lugosi Melindánál kezdtem a tanulmányaimat, és utána a Bartók
konziban folytattam Fekete Máriának, Pesten a... Én is. Ott tanultam, majd lekerültem Pécsre, a Pécsi Tudományi Egyetem Művészeti Kar bachelor szakára, ahol Szüle Tamás volt a mesterem, majd a Szegedi Tudományi Egyetem Zeneművészeti Karán végeztem az opera művész master szakot Andrejcsik István tanításában. Jó kezekben voltál. Teljes mértékben. Jelenleg most a Magyar Állami Operaház énekmesterénél vagyok, Németh Gábornál. Igen, kedves kollégám volt a Népszínháznál, aztán visszament az operába. És most tanít. Így van, úgyhogy pontosan. Itt is jó kezekben vagy, szóval... Így van, pontosan. Ez hála Istennek, hogy egyenes utad van. És van-e szándékod esetleg külföldre szerződni? Hát, ha lehetőség adódik egy meghallgatásra, vagy lehetőségre, akkor természetesen kipróbálom magamat, hogyha úgy alakul a helyzet. Igen, mert hát jó, itt is van lehetőséged, de ugye szólista ambícióid vannak, és hát most az operaház zárva van, és ugye azért olyan sok előadás nem... Hát most az operaház jelen pillanatban turnékkal, igen, próbálja, külföldi előadásokkal, igen, próbálja a repertoárját megmutatni, fenntartani. Tehát, de ez nem könnyű dolog, szóval... Ez egy kemény nektek... szervezési munka, van az Erkelben is előadás közben, meg ugye most például Toszka előadásokkal járjuk az országot. Igen, utazás, mint a Népszínház annak idején. Úgyhogy ismerjük, ez nem egy könnyű feladat. Szóval az azért könnyebb, hogyha az ember egy helyen van, és ott ismerik, és ott bemutathatja a tehetségét, és... Így van. Így van. Hát, ha majd azért összejön. És könnyen tanulsz egyébként, úgy, vagy most már nyilvánvaló, hogy könnyebb, ugye ennyi év után azért az ember... Hát megvan egy tanulási metodika, technika, hogy mit, hogyan érdemes. Persze ez darab, stílus függő, hogy éppen minél mi a nehéz. Hát, valamikor ritmus, dallam, szöveg a sorrend, de változó, például egy kortársnál egyértelműen a ritmus a legnehezebb. A szöveg az nagyon sokat kell rágni, értelmezni. Ha külföldi, akkor érdemes azonnal tükörfordításban, szóról szóra lefordítani, igen, mit jelent, igen, hogy igen, tudjuk, hogy hol vannak a hangsúlyos szavak, hogy mi éppen a legfontosabb mondani való, és akkor igen, könnyebben át tudjuk élni a dolgot. És sok múlik, hogy mi a nehézség. A szöveg az nehezebben tanulható, ha ismétlődő verszakokban ugyanarra a dallamra, akkor azt ugye meg kell állni. Japánban voltatok? Voltunk Japánban az operaházban. És akkor hogy énekeltetek Japánban? Hát Japánban németül adtuk elő a Denevért, és hát olaszul a Luciát. Tehát akkor na, ott jó voltunk. De most lesz majd egy koreai darab, amit majd elő fogunk adni. És koreai nyelven kell? Koreai nyelven Immortal Love nevezetű darabot fogjuk előadni. Koreai nyelven. Szerelemről szól, vagy miről szól ez? Hát a halhatatlan szerelemről szól. Aha. És hát megkaptuk a fonetikát. Ez és nehéz lesz azért, ugye? Hát igen, szóval annyira nem nehéz, de hát amíg elsajátítja az ember a fonetikákat, addig van kihívás benne. Hát igen. Én el tudom képzelni, hát a kínai nyelv sem egy könnyű, japán nyelv se, úgyhogy... Hát szeretném, hogyha a következőkben a Szevillai Borbéból a Figaro belépőjét előadnád. Tessék, parancsolj!
Hát, kedves közönségtől elnézést kell kérjek, mert a köhögés elkapott, és rosszat mondtam, ez természetesen Gounod Faust Valentin imája volt, és a következő lesz a szevillai borbé belépője. Hogyha megtennéd, hogy most előadnád a következőt. Köszönöm szépen!
Bravo, bravo! Ez volt egy jó, bemelegítő ária, ugye? Egyértelműen. Ez nem egyszerű. És kérdezném, hogy van-e példaképed, mint Figaro az operaének? Melis György. Gondoltam. Hát ő egy fantasztikus Figaro volt, tényleg. Hát ahhoz sok minden idő kell még neked hozzá, hogy ilyen mértékben, mint a Melis, hát utánozhatatlan volt, szóval tényleg nem csak nem csak hangilag, hanem játékban is, tényleg. Ez így van. Akik utána jöttek, azok meg se közelítették, sajnos. Szóval még egy ilyen operaénekest nem tudok, legalábbis én. Az elmúlt, nem tudom, 40 évben körülbelül. Hát igen, ő nagyon jól csinálta, ez, igen, ez igen. Így van. Szóval ez neki egy pazar szerep volt. Hát gondolom, hogy te is szeretnél ilyen produkciókba részt venni, de hát most pillanatnyilag ilyenre nincs lehetőség, de reméljük, hogy lesz. Ki tudja. Igen. Viszont a Johann Strauss Cigánybáró művére áttérnénk, amelyet Baja város közönsége láthatott. Így van. Bajántól kaptam egy felkérést, ami novemberben volt, Cigánybáró, Bajai Városi Színházba. Ez keresztmetszet volt, vagy az egész? Ez egész előadás ment, és oda mint Lodovico Carnero szerepében. Carnero gróf. Pontosan, szerepére kértek föl. Szó volt Homonnai szerepéről is, de végül Carnero szerepével bíztak meg. És ez nagyon hangulatos, nagyon jó csapattal csináltuk. Király Miklós rendezte a darabot, és Neumarke Zoltán volt a zenei vezető. Igen. Én is vele többször szerepeltem, akkor repetált engem, és együtt szerepeltem. És egy helyi bajai énekkar, az Ad Libitum kórussal adtuk elő a darabot. Hát az jó, hogy még abszolút kórus is volt hozzá, mert azért kis vidéken azért nem jellemző, hogy vannak kórusok, legalábbis én nem tudok róla. Nagyon jó kórus van ott, jó eredményeik vannak. De hát valószínű a Homonai ezredest majd be tudott pótolni, ugye, mert ez nem olyan, nem áll távol tőled. Abszolút ugye? Nem. Én el tudom képzelni a kiállásod és a hangod alapján, hogy ez testhez álló. Volt már szerencsém a toborzót énekelni belőle már. Igen. Na, erre gondoltam én is, hogy a toborzó az egy érdekes és népszerű szám. És volt neked valami történeted ezzel kapcsolatban? Hát egy mulatságos helyzet volt a Cigánybáróval kapcsolatban. A próba folyamatában volt egy kis ilyen baki, hogy volt egy jelenet. Mert ez elég zűrös egyébként, hogy kinek a Igen. Hát gyereke, felesége, Carnero megtalálja 24 év után a Mirabella kedvesét. Igen. És kiderül, hogy ebben a 24 év alatt felnőtt a fiúk, az Ottokár, ének tanár lett, és hát meghallotta az Ottokárt énekelni, és akkor így mondja a Carnero, hogy ez a hang, mint amilyen nekem volt fiatal koromban. Mirabella angyala, nekünk volt gyermekünk, ez volt a szöveg. Nos, a baki következő volt, én nagyon beleértem magamat. Igen, van ilyen. Ez a hang, mint amilyen nekem volt fiatal koromban. Lodovico angyalom, nekünk volt gyermekünk. Egy teljes tudathasadás, hogy most önmagamnak kérdezem vissza, hogy mi van. Ez érdekes. És még ráadásul leangyalomozom magamat. Igen. Dőlt a társulat a röhögésre. Tehát tudom képzelni, most is szórakoztató, ha én belegondolok, mert én is énekeltem a Szafit, énekeltem az Arzénát, sőt, még a Mirabellát is énekeltem. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy a
szórakoztató volt a... Hát jó volt a próba folyamat, szóval Igen. élveztük, Szóval és szerencsére sokat nem az tanultam belőle. előadáson történt ilyen, Nem, ott nem történt akkor ilyen. Ott azért kimagyarázni nehéz lett volna. Hát azt, igen, hát valószínűleg jó kis mosoly lett volna belőle. Igen. Hát azt hiszem, hogy lassan a vége felé közeledünk, és nagyon sok sikert kívánunk neked, világjárást, zenei remek műveket, hogy mind elérjenek téged, amit szeretnél, és ami után vágyakozol, a szerepálmokat. Nem tudom, hogy van-e ezt, hogy nem kérdeztem meg most. A szerepálmok között, hát ugye egyik volt a kék szakállú. Azt megkaptad nagyjából. Így van, ennek nagyon örültem, hogy ezt megcsináltam. Ez volt a fő szerepálom, a többinél meg ahogy alakulnak a dolgok. Tehát ami jön, nagyon szívesen várom, jönni fognak. Van a úgynevezett bakancs listán olyan szerepek, hogy a Hendel Messiásnak a basszus szólát nagyon szívesen megcsinálnám. Szóval van egy több ilyen oratórium, hogy szívesen megcsinálnám. Szereted az oratóriumot, de akár a szerepekre. Na most, ahogy én úgy akartam kérdezni, de talán most be tudom pótolni, hogy hát a baritonnak is ugyanaz a handicap, mint egy altistának, hogy tulajdonképpen idősebb szerepeket kell előadni fiatalon, mert a sötétebb hang hát ugye erre volt példa, most predesztinálja. Volt erre példa, túl van fél évvel ezelőtt előadtuk a 4 évig tartó Őrséget az Operaházzal, amiben Walter papa szerepét játszottam. Tessék. Szépen ki is lettem maszkírozva. Igen. És elég hiteles is lett, tehát a sminkmesterek nagyon-nagyon jó munkát ügyesek, végeztek. Jó. Nagyon ügyesek persze, voltak. Persze. És hát a hangod, ugye, mivel egy ilyen mély, sötét, szép bariton, hát így hihető, szóval ez nem probléma. Úgyhogy... Azt a szerepet nagyon szerettem csinálni ezt. Nagyon jó humorokat lehetett benne létrehozni. A rendező Tárnoki Márk is nagyon jó dolgokat kihozott a darabból, és tényleg imádtuk. És például Verdi állarcos bárra nem gondolsz? Előfordul, hogy majd Renátó szerepét is fogom majd csinálni valamikor. Az áriáit elkezdtem mostában Igen. tanulmányozni. Igen, mert nekem volt kollégám, aki igen fiatalon énekelte. Én is fiatal voltam, de én Oszkárt énekeltem, úgyhogy ő neki nagyon kellett összeszedni magát. Szóval fiatalon, ha megtalálja a szerep... egy fiatal énekest, akkor azért ez elég nehéz. De igen. Miért ne? Pontosan. Úgyhogy bele kell vágni. Én szerintem biztos, hogy jól tudnád megcsinálni. Én azt hiszem, elköszönöm tőled, kedves Dávid, és nagyon örültem, hogy megismerhettelek, és hallhattalak, és remélem a közönség ugyanígy van vele, mint én, hogy örömöt okoztunk, és zenei csemegéket, amit még én magam is nem hallottam, és a közönségnek meg pláne ez egy delikátesz volt, remélhetőleg. Én kívánok neked nagyon sok sikert, világjárást, és zenei turnék sokaságát, mert most arról van szó, és jó hangi állapotot, hogy mindig ilyen szépen szóljon a hangod, mint ahogy most. És akkor az utolsónak elköszönnénk a Strauss cigánybáró homonai toborzójával, amit szerepet nem énekelhettél, de az áriát el tudnád énekelni, megköszönném, megköszönjük rendben neked. Is. Köszönöm szépen a meghívást. És nagyon szívesen, és hát legközelebb ismét szeretettel várunk, és köszönöm minden szépen. Jót kívánunk. Köszönöm szépen, viszont kívánok. A közönségtől is elbúcsúzunk egyúttal, nagyon kellemes szórakozást kívánunk a továbbiakban is, és jó éjszakát, jó pihenést. Köszönöm szépen.